epizódot hoztam el ma nektek, hogy konkrétan el fogjátok dobni az agyatokat. Egy ilyen Death Run-ba vagyunk a Robloxon belül, aminek az a lényege, hogy egy pályán túl kell menni, és van egy ember, aki az ellenfelünk, és vagyunk mi a futók, akiknek az egész napon végig kell menni, és hogyha nem sikerül, akkor vagy lezuhansz a lávába, vagy valami hasonló dolgokba, de most éppen integetek a többieknek, hogy hát, ha nekik is sikerülni fog. Valahol van egy ember, aki igazából valami rosszakat csinál velünk, hogy nekünk nehezebb legyen végig menni. Ellenben most én vagyok az első, aminek egy kicsikét örülök is, meg nem is, hiszen leöntöttek engem. Nem hiszem el. Én nem jó elsőnek menni, hiszen a Squid Game-ből is megtanulhattuk, de ezen kívül, hogyha elsők vagyunk, akkor ugye ránk fogják az egészet zúdítani. Valahol itt van az ember, aki trollkodik velünk, nem is tudom, itt valahol oldalt kéne futkároznia. Igazából most ilyen szellem karakterként van vagyok a játékban, hiszen ugye most már kibannoltak úgymond ebből a körből, de például most legalább ezzel meg tudjuk tanulni, hogy mi merre van. Például itt is egy ilyen csúszda van, amiből mérgező slime jön. Alul ez a csík azt jelzi, hogy milyen messzire tudtunk jutni a pályán. Hát mi ideig jutottunk, az ennyiből, nagyszerű. Milyen kis idilli ez a lobby, csak szépen tudunk pihenni, zenét hallgatni, fürdeni, hasonló mókázások, bent meg konkrétan futnunk kell mindenki előtt. Ezért a gyönyörű futásomért 10 darab coint és 1 darab gemet kaptam, most jön a kövi kör, Veronika nyert. Ilyen építkezési terület lesz a következő mapunk, ami az, hogy mondjam, hogy elég durva, tiszta rozsda minden, nem tudom, hogy miféle feladatok, az a mágnes valószínűleg ránk fog esni, én arra gondolok, de most megvárom, hogy a többiek menjenek szépen előre, az az új touch stitch, fogom a kezembe hát a fakardot, neki meg figyeljétek milyen van, megyek majd Poli után, ha jól tudom, Hugo itt van velem, ő hát, majd tud nekem segíteni, de nem megyek előre, menjen csak a banán. Ennyi, már is az első csapdát túléltük, már figyeljetek ott alul, hogy hát ott tartunk ahol nagyjából, mint a többiek, de nem megyek addig oda, még el nem lövik a csapdát, mert az a gond nem tudom, hogy melyik lesz az. Most ide hát csak nem zárnak be minket, vagy nem tudom, ezt túléltük, oké és oké. Ezt szerintem lecsapódik valószínűleg, hogyha ráfutunk, de most szépen át meg, ez az meg lett a következő. Szépen ide föl, meg fölveszem a coinon, a híd, szerintem ez a híd most lefog mi. Aha, hogy már ő ott tart, az elsőt akart elsőnek kinyírni, akkor normálisan mehetünk tovább, egy picikét furcsán viselkedik a pálya trollkodója. Ezek fognak megfordulni. Én egyedül, ne! Pont elrontottam. Bakker, figyeljétek, már a pálya feléig jutottam, ezt nem hiszem el, de mindegy, azért elfutok a többiek, hogy milyen volt, ugye most már minket nem tudnak kilökni, de magát a parkour részt ugyanúgy meg tudjuk csinálni, hát innen már csak egyszerűbb lett volna azt, hogy mondjam, itt az utolsó checkpoint, és mi nem jutottunk el addig, ez nem állapot. Ő még így is lenyomtak. És itt a map vége, választani kellett, hogy melyik rugorjunk, a sima cső, vagy a másik, ami felforrósodik. Hát azt veszem észre, hogy a sima az nem lehetett könnyű megtalálni, hiszen ezt még simán majdnem behúztam. Kettő darab ember tudja végigvinni a pályát, ami azért elég durva, azt kell, hogy mondjam. Szerintem ilyen hatodik, hetedikek lehetünk, az is egy szép eredmény, amúgy én azt kell, hogy mondjam. Remélem ti is nyomtok egy lájkot, hogyha így gondoljátok. Bevetem a többieket. Hoppá, 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 120, 130, 140, 150 XP-t kaptam és 22 coin, szerintem most ilyen top 7. lettem, az is nagyon. Hát itt át kell gondolni a dolgokat, én azt veszem észre, hogy itt csak mi vagyunk, és runner vagyok ugye természetesen. Most az a lényeg, hogy nekünk el kell futni, és hát most valaki kerget is minket, nem csak trollkodik ezeken a zónákon, hanem valaki kerget is minket, gyorsan bemutatta a pályát. Most is szerintem a többiekkel szeretnék menni, vagy egy nagyon picit lemaradni, ugye ne velünk foglalkozzon a killer, csak az a gond, hogy nem tudom, hogy hol van az, amúgy kiszámítható le. Ott van fönt, figyeljetek a killer, amikor megnyomja a gombot, akkor kezd el egész trollkodás megsülni, és hát azt hiszem, hogy most megsült rendesen, fölugrok ide szépen, és tovább is tudok menni, ez az, simán átugrottam, első akadályunk meg is van, hát az a gond, ja, ott a következő, őt akarta elkapni, azt a fejbe kólintott. Attól szedegettem a coinokat meg hasonlók, mert az XP-ket megkapjuk, és hát a nagyobb esélye leszünk, mi a trollkodók. Húha, 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 jó, oké, be tudtam férkőzni, de nagyon szép, most már várunk a többire, mert egy amúgy ilyenkor csak a killer nem lát minket, ugyanúgy tudjuk teljesíteni a feladatokat, csak nem szabad túl gyorsnak lenni, meg túl lassúnak se, mert azt hiszük, körbe tudjuk futni az egészet, hát az nem úgy van, nem tudjuk ám körbe futni. Most ez eltűnik innen, akkor egyből futni kell, így bizony, aztán ide átugra, hogy föl tudjuk szedni a coint, meg átugra. Hú, hú! Azt ez hogy behúztam, átugrottam gyorsan oda is, és...
Hagyjuk, majd pont alattam szakadt le, hát túl súlyosak voltunk, de nem volt kiírva a figyelmeztetés. Kettő lettem, figyeljétek, már így is én tudtam a legtovább jutni, hát behúzzuk még ebbe a videóba szerintem az első helyzetet, ez legyen a cél, a kövi kör, lehozzuk. Figyeljétek, már én lettem a killer, hát erre nem számítottam egyáltalán, nekem kell majd nyomogatni a gombokat, ugye itt figyelem a többieket, akik futnak, igazából az első nem tudom pontosan, hogy már hol is van, szóval azt jó lenne tudni, oda megy, figyeljétek, most éppen itt trollkodok egy kicsikét, azt hiszik, hogy nem jó, és most nyomom meg azt, szerintem a fél csapatot kiirtottam ezzel, ami nagyon-nagyon durva, de ezt egy kicsikét elhamarkodtam, én azt veszem észre, de összesen hárman vannak a csapatban, ami azért valljuk be az őszintét nagyon-nagyon kemény. Most egy szinten föntén megyek, most egy pici kis ilyen védekező zónájuk van, azt hiszik, hogy nem érek én oda, most így elbújok ide, mit szóltok hozzá? Azt fogom csinálni, hogy azt higgyék, hogy jók vagyok, oké, ne! Ezt is elrontottam, na nem baj, de majdnem ráugrottam, úgy már csak egy ember van összvisz, azért az kemény, azt kell, hogy mondjam. És azt hiszed mi? Azt hiszed mi? Ja, hát ez amúgy semmit nem segít, azt veszem észre, de itt a következő, ez meg... megnyertem az egészet. Az egész pályán három akadályból le tudtam győzni. Azta, az nagyon komoly, és kaptam egy csomó pénzt, 200, konkrétan 200, nem, 195 XP-t kaptam érte. Na jó, fussunk még egyet ebbe a videóba, én akarok így is, úgy is nyerni, bár most már lehoztuk. Lemaradok, és hát, ha úgy ugye nem leszek első, szóval annyi baj legyen, ellenben szerintem azt meg tudjuk vele csinálni, hogy a nagy pénzeket behúzom, és ugye én tudok a legtovább túlélni itt a játékban, legalábbis remélem. Ők így fussanak, csak nyugodtan előre, én utána megyek rögtön így az egész bolyjal. Csak az a baj, hogy az egész bolyt megvárja, most is szerintem most fogja aktiválni, de nem baj, azért beleugrok, mert nem, ez az elszöktem. Amúgy az a legjobb, hogy el tudsz szökni a többiektől, mert szerintem itt láva vagy valami hasonlók lesznek, én arra gondolok, mert itt tud irányítani valami, ez megtöltődik, tudtam, hogy az egész megtöltődik, ő pont elbukott, ne szórakozz már, én szépen tovább megyek, én csak ugrálok szépen, szerintem ezek a fix pontok, és még így is top 3-ban vagyok, ami nagyon komoly, mindig figyelni kell azt az embert, aki irányítja az egészet, hogy vajon hova fogja a trappeket, meg mikor csinálni, hát át kell futnom oda, jó, 5-be zsákmányolta, annyi baj legyen, akkor most már mehetünk tovább, top 4-ben vagyok, ütögetünk, és még a pálya felénél se vagyunk, ez nagyon hosszú ez a pálya, azt veszem észre, de én megpróbálom azt, hogy én futok be elsőnek. Szerintem én miattam nem fogja lezárni, de lezárta. Na jó, de azért fussunk tovább, hiszen az a lényeg az egésznek, hogy így is úgy is tudjunk vinelni, úgy második helyezett lettem, anélkül azt, hogy ugye a killer tudott velem volna foglalkozni. Erre kíváncsi leszek, hogy most hanyadik vagyok, ugye game overbe vagyunk. Kaptam egy csomó XP-t, bár most 100 alatt szerintem annyi lesz. Igen, 100 darab XP, és a helyezettem konkrétan első vagyok. Hát ezt nem hiszem el. Ezt mondtam. Nem szépen, hogy itt voltatok velem a videóban, ha tetszett, akkor nyomjatok egy lájkot és iratkozzatok fel, és Toli, a kövi, részben legyetek jók. Sziasztok, sajtok, iratkozzatok fel, sokan áll.